Sziasztok! Bodzi vagyok, és ma egy klántársamnak, Cézár Kártnak a Swampon lejátszott becsetes körét hoztam el nektek. Cézár igen jó barátomnak mondhatom talán. Ugye a becset a franciáknak az egyik tízes szintű met képviselője a 30B mellett. Ugye egy-két videó készült már kezem ügyéből, illetve tolmácsolásomban a becsetről, de továbbra is ennek a tangnak az egyik legnagyobb baja, véleményem szerint, bár lehet, hogy akkor már nagyon op lenne ez a 30 darab lőszer. Ugye Cézár szereti a Tesco gazdaságos köröket, ezért heat lőszert nem is tett bele, csak simán APCR-rel tolja. Így hát a videó megtekintése után senkinek nem lehet egy rossz szava se, hogy persze golddal könnyű volt. Mert az ebben a tankban nincs. Ugye a normál lőszernek az alap átütése 2.59-es, a sebzése az pedig 3.90. Cézártól meglepő módon, de lehet, hogy ez a becset teszi ezt vele, elég előre merészkedett, általában nem így szokott játszani, inkább szeret egy kicsikét a másodvonalban meghúzódni. Most gondolom, azt akarja kihasználni, hogy a becset kamóját, illetve a látótávját egy tank. Hát ott már nem kell kapálni, mert Cézár lőtt egy gyönyörű lukat a földbe, ott már akár virágot is lehetne ültetni. És az, hogy az IS-ét nem tud ráesni, annak a más nálunk lévő IS-hetek, illetve a mögött elhelyezkedő 140 a magyarázata. Cézár egy eléggé türelem játékos, nem szeret nagyon az elején agresszíven játszani. Ja, amúgy a klánunkban Frag Csipónak hívják, mert előszeretettel lopkodja a klántársak elő le a fregeket. Itt is lesz ebben példa erre. Hát én már rémel próbáltam volna lőni azt, vagy az E100-at, vagy a IS-et. Közben föltűnt két Type 5 Heavy is, akinek azért egy becsettel nem jó belenézni a csüvibe. Szerencsére az E100 luftot lőtt, az IS-ét is. Első lövése lepattant. Na, és erről beszéltem. Cézának van 80 damage-e, és már is megvan az első killje. Mondja még valaki, hogy nem Frag Gipo? Na hát ezért lett a videónak is ez a címe, hogy Frag Gipo akcióban. De azért a videó nem erről fog szólni. Ja, van még kettő darab lövedék ebből a tárból. Az első a sebzet, a második az nem, és most kezdődik a Bletchettnél ez a hosszadalmas, fájó utántöltési periódus. Szerencsére nincsen arti, tehát az nem tud ideverni, és a Bletchett elég lapos, így hát elég jól ebben el tud bújni ez a dom mögött. Közben a másik Bletchett meg ráesett a E100-ra, ki is szedte. Cézár egyelőre megpróbál spórolni a HP-jával, talán kicsit túlságosan is. Ami miatt megcsináltam ezt a videót, az inkább az a második fertáj, és utána az ott következő események, illetve még egy kicsit nem önös érdek, hogy sikerült beszereznem, illetve beruháznom jobban mondva, egy Cougar Immersa nevezetű fülest, ami egy ilyen gamer füleseknek, hát ugye alsó-közép kategóriájába tartozik. Ha valaki szán rá 14.500 forintot, akkor annak merem ajánlani. Na de nézzük közben Cézárt, majd utána folytatjuk, ugye ott egy grille. De közben eltűnt, de megint föltűnt. Egy lövés. Második is betalál, de sajnos nem trekkelte, a harmadikra meg már nincs ideje. Szóval, hol is tartottuk? Ja, Cougar Immersa mikrofon és füles. Merem ajánlani mindenkinek, mert ez egy nagyon-nagyon jó füles. Hogy más nem mondjak, a mély hangokat már 20 Hz-től, a magasokat 20.000 Hz-ig tudja le. A mikrofon része az nem annyira überfasza. Az egy kicsit talán lehetne jobb is, de azért szerintem szódával elmegy kategória. És erre, ugye voltam ezen a
GameStar-os rendezvényen, és ott volt alkalmam kipróbálni, és mivel ott tapasztaltam meg, hogy milyen jó is ez a füles, így hát már gyakorlati tapasztalatom alapján mertem megvenni. Amúgy a Cougar cuccokat merem mindenkinek ajánlani. Nem azt mondom, hogy nem tudtok nála olcsóbbat venni, de nagyon jó minőségűek. Én ebből szereztem be egy ledesen világító egeret is, illetve egy ugyanilyen billentyűzetet is. Tehát sötétben is nagyon jól lehet látni magát a feliratokat a gombokon, mert nem csak körbevilágít, hanem maga a betű világít, és nem zavaróan, ezt azért hozzá kell tennem. Na, reklámból itt ennyi elég. Közben Cézár sikerült felderíteniük, be is kapta az első lövést, gyors javítás után meg kell próbálnia menekülnie. De legalább a második lövést is bekapja a Leopard 1-től, így hát már is csak fél HP-val rendelkezik Cézárunk. És még mindig az a három lövedék van a tárjába, de már szerintem rég újra töltöttem volna, de hát ő tudja. Jön felfele az 50B, próbál ráesni szerintem a 140-re. Úgy van, Cézár első lövése betalál. Második is. Harmadik is. De ő legalább le tudta pattintani az 50B-nek a lövését. Ugye a javítót az előbb elhasználta, így hát már csak a legénységi skillből lehetett megoldani a javítást. És most megjön egy fájdalmas újratöltés. Szóval, Cézárra egy kicsit visszatérve, ugye azt már említettem, hogy a klánon belül Frankjipónak hívjuk. A másik neve az a Mákos tészta. Ugye ez ebből a momentumból is kiderült, hogy az 50B-nek a lövését gyönyörre le tudta pattintani. És most jön egy nagyon jó és talán használható momentum, mindjárt következik. Ugye már láttam a replay-t, tehát onnan tudom. Ugye valahol onnan várható esetleg a Leopardnak a kibukkanása, ott is van. Egy kicsit visszább tolott, hogy talán jobban rá tud majd látni. Betette ugyan autócélzásba, de hát ilyen messzire egy francia ágyú nem mindig pontos. Viszont most arra a pontra néz, ahol ki fog valószínűleg bukkanni a Leopard 1. Erről volt szó. A Leopard visszakapta az előzőleg beadott sebzés, és most még van három lövedék a tárba, úgy gondolja rámegy az E50-emre. Amikor először néztem a replayt, én vibrátornak néztem a nevét, tehát elnézést is kérek előre tőle. Hát ilyen közelről talán már az autócézes elég. Van még egy lövedék a tárba. Azzal megpróbálja talán oldalról, igen. Megpróbált oldalról a VK7201-et sebezni, de ez sajnos nem sikerült. Amiből jó viszont ez a meccs, hogy nincsen arti, tehát nem tud ide belőni, így hát ebben a lapos mélyedésben Cézár nyugodtan tárazhat. Cézár észrevette szerintem, hogy a 0-as és 9-es soron nem igazán várható ellenfél. Ezért megpróbál egy hátsó pályán elosonni. Egy hátulról hát, ha meg tudja támogatni a csapatot, ott a G5-6-7 soron felsorakozott enemik hátulba lövöldözgetésével. És még egyet érdemes Cézárról tudni, a klánon belül úgy nem tud menekülni senki, mint ő. Tehát a nyúlcipőt nagyon ügyesen fel tudja húzni. Ugye közben betöltötte az újabb 5 lövedékét, még van 15 lövedéke összesen, tehát a felét lőtte el idáig. De egy kiosztott 3148 dimist, hát ez egy kicsit későn vette észre Cézár. Vetett autócélzásba, de hát továbbra is messze van. Ugye az E100 már megpróbál ráesni az egylövéses 50B-re. De hát az az életébe került. Áj, de kár ez a lövésért. De kár, de kár, de kár. De meg kell vallani őszintén, hogy Cézár ezen a meccsen elég sokat misszelt.
elég sok lövedékkel nem talált. Mint hogy ez is hova ment, azt nem tudjuk. De legalább a hátulról segben módszer az bejött. 4 killnél járt Cézár. Viszont már csak 2 maradtak a csapatból. Az E100. És ő. A Cézár nem vár annyit az újratöltéssel. A kill után gyorsan elkezdte újratölteni a tárat. Hoppá hoppá, Houston. Tárazás alatt felbukkant a 907, aki legalább lőtt egy luftot, és Cézár most nagyon ügyesen úgy csinál, mintha már be lenne tárazva, és elkezd ráesni a 907-re. Még egy lövést is bevállal tőle. És sajnos előjött a francia betegség továbbra is. Hogy néha pontatlan az ágyú. De míg ő küzdött a 907-tel, addig szépen kiszedték a E100-at, így hát most már egyedül maradt 3 ellenfél ellen. Csinál magának egy kis plusz fedezéket, kamúgyileg. És már is megvan a topgánya Cézárunknak. De arra már leesett róla a spot. És most gyorsan főhúzza a nyúlcipőt. És megpróbál más irányba menni. Ez ilyenkor egy jó taktika, hogy amíg ott keresik, addig ő már teljesen máshol van. És megindult a ellenséges bázis felé. Ugye van még egy grille, meg van egy BK-7201. Ugye 3 perc van még hátra nagyjából a csatából. Na. Hát igen, a prémium lőszer hiányoz talán most jön elő. Szemből a VK-hoz kevés a átütés a APCR-nek. Perc 40 van még hátra, és van Cézárnak 6 darab lövedéke összesen. Cézár úgy gondolja, hogy hát ha nem érnek vissza, még el vannak azzal a pontnak a keresésével foglalva, ahol ő volt utoljára, hogy hát, hogy hol lehet, gyorsan beáll egy bázisfoglalásra. Ugye 1.38 kell a bázisfoglaláshoz, 2 perc van hátra, tehát elméletileg még sikerülhet is. Egy kicsit gyorsítsunk is itt bele, hogy mi fog itt történni. Ugye nem tudjuk, hogy a grilla meddig ment előre, hova ment. Bár mondjuk ő elég gyors. Már is 45%-nál jár a bázisfoglalás. 1 perc van durván hátra, 60% a bázisfoglalásnál. Még kellene 35 másodperc. És váltsunk is vissza normál sebességre. Megjelent a VK. Cézár szemből tanulva az előbbiből nem meri ellőni. Ugye felveszi a nyúlcipő irányt. Grille szerint szerencsére mellé lőtt. A VK az meg lepattant róla. 7 killnél jár Cézár. Ez is lepattant. VK megpróbálta lerammolni. És fölrobbantotta. És ezzel meg is van a 8. fregé Cézárunknak. Cézár ezért a meccsért megkapta a tankást, a redlit, illetve a Top Gun medált. Ugye a VN8 az nem annyira ütős, mert csak 7144-et sikerült elérni, de a csapatból ő sebzett a legtöbbet, neki volt a legtöbb killje, ez 1377 alap XP-t ért, és
A 29 lövéséből ugyan 23 talált, de volt, hogy 16 volt átütő, de valószínűleg több damage is el tudott volna érni, de legalább volt egy 400-as páncél általi felfogott sebzése. Úgy gondolom, ez a replay nem annyira az epikségéről szól, inkább az, hogy soha ne adjuk fel, nem kell mindig a fejjel a falnak rohanni, illetve Cézárt idézve, jó mákos tésztát mindenkinek. Köszönöm a figyelmet, Bodzi voltam, sziasztok!